párbajon mérték össze tánctudásukat a brékesek az Óvár Battle versenyen. A különböző korcsoportok képviselői szólókkal mutatták be tudásukat a zsűrinek. A szervező Hedonism Crew tagjai nem először hirdették meg a brékversenyt Moson-Magyaróváron. Mi ugye már 15 éve táncolunk, és nagyon sok mindent megnyertünk, és pár éve már úgy gondoljuk, hogy nem csak elvenni kell ebből, hanem vissza is kell adni ezt. Úgyhogy évente egy-egy rendezvényt mi is, vagy egy rendezvényel hozzájárulunk a b-boy kultúrának, a hip-hop kultúrának, hogy ahogy mondtam, hogy pörgessünk egy kicsit vissza is. A helyi break csapat fontosnak tartja továbbadni a break és a hip-hop szemléletét, hogy minél több táncos legyen a fiatalabb nemzedék képviselői között is. Ez egy kultúra, és próbáljuk ugye fenntartani. Ez nagyon fontos. Ha nem csinálnánk, nem ismernék meg, egy idő után senki nem művelni. Nekünk ez a lényeg, utánpótlás. Az utánpótlás pedig már 2 éve koptatja a táncparkettet. A Moson-Magyaróvári Mad Kids csapata is részt vett az Óvár Battle versenyen. A táncosok több sikeres párbajon vannak már túl. 2 éve táncolom, nagyon szeretem és kikapcsol. Bécsben volt egy versenyem, 2v2, ott második lettem, és volt még egy Pozsonyban, ott is második lettem, az 1v1. Az apró b-boyok és b-girlök már hónapok óta készültek a megmérettetésre, a versenyre így már teljesen felkészülten érkeztek. Reggel felkelek, fogatmosok és felöltözök, játszok egy kicsit, bemelegítek a breakhez, és eljövök, aztán itt is nyújtok egy picit, elpróbálgatom a szólóimat. Valaki előre megtanult koreográfiákat mutatott be szólójában, mások pedig inkább a freestyle-t választották, vagyis improvizáltak. A lényeg minden esetben ugyanaz, látványosabb és nehezebb mozdulatot kell mutatni, mint ami a párbaj ellenfél szólójában volt.